A hullámok interferenciája 2. Két pontszerű forrás interferenciája. A gyakorlatban ritka az az eset, amikor egyetlen hullámforrásunk van. A legtöbb hullám dinamikája olyan, hogy több forrás hatása egyszerűen összeadódik, azaz a nyomásváltozás, elmozdulás és egyéb zavarok mindenütt és minden időpontban matematikailag összeadhatók. Az ilyen módon kialakuló jelenséget a hullámok interferenciájának nevezzük. Vizsgáljuk először a két azonos frekvenciájú és fázisú pontszerű forrás esetét. Ekkor a közeg tetszőleges pontjában mindkét forrásból kiinduló gömbhullám azonos frekvenciájú rezgést kelt. Azt, hogy ezek erősítik vagy gyengítik egymást, a rezgések helyi fáziskülönbsége határozza meg. Ez a fáziskülönbség pedig a forrásoktól mért távolságokon múlik. Könnyű belátni, hogy a legnagyobb erősítés akkor valósul meg, ha a két rezgés maximumai találkoznak. Ez azt jelenti, hogy a két forrástól mért távolságok különbsége a hullámhossz egész számú többszöröse. Hol lesznek ezek a maximális erősítésű pontok? Ha a forrásoktól mért távolság S1 és S2, a hullámhoz pedig lambda, akkor az erősítés feltétele, hogy legyen olyan N egész szám, melyre S1-S2 egyenlő N-szer lambda. N egyenlő nulla esetén ez azokat a pontokat jelenti, melyek a két forrástól egyenlő távolságra vannak. Ez a két forrás összekötő szakaszának felező merőlegese lesz. Más N értékekre olyan görbéket kapunk, melyeknek a két forrástól mért távolság különbsége állandó. Ezek minden egyes N értékre egy-egy hiperbolát jelentenek. A források távolságának változtatása kihat az erősítési helyek görbéire. Növekvő távolságoknál egyre több erősítési görbénk lesz, melyek egyre kisebb szöget zárnak be egymással. A maximális gyengítések feltétele, hogy az adott pontban a hullámok keltette két rezgés ellentétes fázisú legyen, azaz kitérési maximum hullámhegy találkozzon minimummal hullámvölgyel. Ennek feltétele hasonló, mint az előbb. S1-S2 egyenlő N-szer lambda plusz lambda per 2. Ezek a görbék is hiperbolák lesznek, csak körülbelül félúton az erősítést jellemző görbék között.